A déli határ ostrom alatt áll. Erről posztolt közösségi oldalán a külügyminiszter. Szijjártó Péter azt írta, az illegális migránsok felfegyverkezve érkeznek a határkerítéshez. Megtámadják a rendőröket, kövekkel és betondarabokkal dobálják meg őket. Vendégem Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagyon régóta fennáll ez a háborús helyzet, és úgy tűnik, hogy nem enyhül a nyomás. Mit tud tenni a katonaság, mit tud tenni a honvédelem annak érdekében, hogy ezt a kritikus részt meg tudja védeni? Nem enyhül, sőt fokozódik, hogyha visszanézzünk az elmúlt mögöttünk hagyott hónapokra, akkor azt látjuk, hogy a számok folyamatosan emelkednek. Folyamatosan nő azoknak a száma, akik a déli határra érkeznek, és igen, fokozódik a nyomás, és hogyha megnézzük, hogy milyen életkorúak és milyen neműek az ideérkezők, akkor inkább fiatal, hatköteles korban lévő férfiak érkeznek, sokszor felfegyverkezve, nem csak itt, hanem a többi migrációs útvonalon is tapasztalhattunk már erőszakos cselekedeteket. Június 24-én egy spanyol exklávéban, július 2-án Ásotthalom közelében. Éppen nem a magyar határt ostromolták meg, egymással harcoltak a migráns csoportok, de mindenképpen nagyon nagy veszélyt jelentenek a magyar határa. Jelen pillanatban a Magyar Honvédség katonái segítik a magyar rendőröket, ugye a határvédelme, a határőrizete, a belügyi minisztérium, és ezen belül a rendőrség feladata, de a honvédség katonái évek óta, 2015 óta egy parlamenti felhatalmazás alapján segítik a rendőrök munkáját. A szembetűnő, hogy amellett, hogy fel vannak fegyverkezve a migránsok, és fiatal, ahogy ön is említette, katona, köteles korú fiatalok érkeznek, hogy mint aki lennének, ha nem is képezve teljesen, de hogy azért tudják, hogy mit csinálnak, hogy hogyan kell megdobálni a kamerákat, hogy hogyan kell megrongálni a kerítést, hogy hogyan kell neki támasztani ugye egy létrát, hogy át tudjanak mászni rajta. Tehát valamiféle kiképzést valahol kaphattak. Mire utal ez? Igen, ezek a jelenségek egyértelműen arra utalnak, hogy nem véletlenül kerül kezükbe kő, nem véletlenül van náluk több ezer kilométer megtétele után valamiféle fegyver, és nem véletlenül teszik, amit tesznek. 2015-től mindig is tapasztaltuk az erőszakot az ideérkező migránsok részéről, de ez folyamatosan növekszik, egyre nagyobb számban érkeznek. Ugye arról sem feledkezzünk meg, hogy az ideérkező migránsok közé terroristák is vegyülnek, ez is veszélyt jelent, és nem véletlenül mondjuk hosszú évek óta, hogy azért gondoljuk fontosnak a Nyugat-Balkán, tőlünk délre fekvő országok euróatlanti, Európai Uniós integrációját, mert ez védelmet jelent Európa számára. Jelen pillanatban a magyar-szerb határon védjük Európát. Hogyha Szerbia tagja lenne az Uniónak, ha felgyorsultak volna a tárgyalások, ahogy nem gyorsultak fel, akkor tőlünk délebre, Szerbia déli határán lenne az Unió határ, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a NATO 3-0-ra vezet ebben a tekintetben az Európai Unióval szemben, hiszen Albánia, Észak-Macedónia és Montenegró már tagja a NATO szövetségének, de ezek az országok még nem tagjai az Európai Uniónak, és a csatlakozás nem gyorsul. Milyenek az oka, hogy ennyire erősödik a nyomás azért, mikor az Unió azt mondta, hogy meg kell erősíteni a Frontexet, meg kell erősíteni a tengeri határok védelmét is, tehát úgy tűnik, hogy eljutottak 2015-től a Willkommens kultúrtól, eljutottak addig, hogy igenis meg kell védeni, és méghoz elég határozottan meg kell védeni az Unió határait. Mégsem enyhül a migrációs nyomás. Mi okozza ezt? Igen, azt gondolom, hogy szavakban eljutottak valóban nagyon messziről a Willkommens kultúrtól addig, hogy kimondják, hogy erre szükség van, de a tettek nem követték a mondatokat. És ennek oka természetesen az is, hogy az Európai Unió, azt látjuk, hogy a bizottság minden válság idején mond szavakat, mond mondatokat, de a tettek azok nem követik a szavakat és a mondatokat. Nagy hangzatos bejelentések igen sokszor vannak, de tettek nem követik, és ne feledkezzünk meg arról, hogy háború van a szomszédban. Háborús infláció, háborús gazdasági válság, és a háború következménye egy láthatjuk kibontakozó élelmiszer
válság, az élelmiszerellátási láncok is sérülnek a háború következtében, és ha élelmiszerválság alakul ki a tőlünk délre fekvő térségben, akkor azt gondolom, hogy helyesen gondoljuk azt, hogy ez erősíti a migrációt, és a migránsok egyre nagyobb számban fognak érkezni. Az eddigi útvonalokon, Afrikából is, a szubszaharai térségből, a mediterrán földközi-tengeri útvonalon is, és Európa nagyobb veszélyben van, mint volt. Magyarország esetében a nyomás kettős, hiszen most a déli határról beszélünk a migrációról, de van egy keleti nyomás, mi két kihívással kell, hogy megküzdjünk, hiszen a szomszédban zajló háború miatt menekültek, valódi menekültek, igazi menekültek is érkeznek, akiket természetesen a legközelebbi első biztonságos országként befogadunk, és Magyarország történetének legátfogóbb, legfantasztikusabb humanitárius segítségét nyújtjuk az ide érkező ukránoknak. Ugye a háborús helyzet és a migrációs nyomás indokoltá teszi a haderő fejlesztését, ugye önkénteseket is és fiatalokat is vár a hadsereg. Ez egy hosszú folyamat és nagyon-nagyon sok lépésből áll össze. Mégis mi a legfontosabb része a haderő fejlesztésének, hiszen ugye az új honvédelmi miniszter is azt mondta, hogy divatossá tenni a katonáskodást, és ez nyilván ez a fejlesztéshez is hozzátartozik. Hogyan lehet újra divatossá tenni a katonáskodást? Igen, a fejlesztés az valóban egy komplex dolog. Nem elég csak megvenni egy haditechnikai eszközt, egy fegyvert, hanem képességet kell fejleszteni, és a képesség, annak a képessége, hogy azt a bizonyos haditechnikai eszközt, ami akár lehet légvédelmi, akár lehet felderítő tüzérképesség, ahhoz katonákra van szükség, ez így együtt egy képesség. Tehát kellenek azok a katonák, akik ezeket az eszközöket, amelyek ma már nagyon modern eszközök, sokszor digitális eszközök, tudják használni és tudják alkalmazni, ezért mondjuk, hogy képességet fejlesztünk, és emellett van még egy nagyon fontos célunk, hogy nem csak vásárolunk haditechnikai eszközöket, hanem igyekszünk úgy vásárolni, hogy a haditechnikai fejlesztés mögött legyen hadipari fejlesztési háttér is, idehozni a haditechnikai eszköz megvásárlásával egy időben gyártó vagy fejlesztő képességet. De legfontosabb, hogy legyen elegendő katonánk. Katona hiányról beszélhetünk egyébként, hogyha erről van szó, hogy minél több fiatalt vár a honvédség? Hát mivel háború van, és a háború nagyon közel van, és minden eshetőségre, minden veszélyre, minden kihívásra fel kell készülni, ezért igyekszünk ezt a kaput, ahogy miniszter úr is megfogalmazta, azt a kaput, amin a magyar honvédségbe a fiatalok bejöhetnek, minél szélesebbre tárni. Egy szélesre tárt kapun átvárjuk a fiatalokat. Természetesen ahhoz, hogy valaki jó katona legyen, kellenek alkalmasságok, kell egészségügyi alkalmasság, kellenek képességek, de azt gondoljuk, hogy egy szélesre tárt kapun várjuk a fiatalokat, és azt mondjuk, amikor bejöttek ezen a kapun, el fogjuk tudni dönteni, hogy ők mit szeretnének, és milyen képességeik, alkalmasságaik vannak, és még milyen katona lesz belőlük. Lehetnek szerződéses katonák, lehetnek hivatásos katonák, lehetnek önkéntesek, önkéntes területvédelmi tartalékosok, önkéntes tartalékosok, és most éppen augusztus 15-ig nyitva áll egy másik kapu, az önkéntes katonai szolgálat ajtaja, ahova azokat a fiatalokat várjuk, akik úgy gondolják, hogy egyrészt talán szeretnék magukat kipróbálni, megméretni, szeretnék megízlelni, milyen is az egy katonai szolgálatot teljesíteni, vagy éppen nem sikerül július végén nyilvánosságra kerülnek a felvételi ponthatárok, nem sikerül a felvételi, és úgy gondolják, hogy ezt a... Nem az, hogy menekülő út, de hogy egy teljesen más életpályát kínálnak akkor nekik. Kínálunk életpályát is, de nem csak életpályát, az angol ezt úgy hívja, hogy gap year. Ez az az év, ami a gimnázium befejezése és az egyetem igazi elkezdése között van. Ez lehet azért is, mert nem vették fel a fiatalt, vagy lehet azért is, mert úgy dönt, hogy nem rögtön kezdi el az egyetemi főiskolai tanulmányait.
és akkor jelentkezik egy 6 hónapos szolgálatra, ami egy 2 hónapos alapkiképzésből áll, és egy 4 hónapos vagy alapkiképzést folytatja 4 hónapon keresztül, vagy egy műveleti alakulatnál, műveleti területen szakkiképzést kap. Természetesen ez nem ingyenes, tehát az önkéntes szolgálat nem ingyenes, ezért fizetünk az első 2 hónapban a minimálbér mindenkor összegét. A haderőfejlesztést és ugye ezt a toborzást hogyan lehet felgyorsítani, hiszen azért nyilván megvan az ideje ennek, és nem lehet ezeket nagyon siettetni, viszont az idő főleg a háborús helyzet miatt Ukrajnában azért a magyar kormányt is szorítja. Többféleképpen azt gondolom, hogy maga a szomszédunkban zajló háború is lehet egyfajta figyelemfelhívó, ösztönző erő, de nagyon komolyan gondoljuk azt, ami az én feladatom a Honvédelmi Minisztériumban parlamenti államtitkárként, a katonai örökség új módon való bemutatása, hogy az ne csak egy öncélú, valami múltba révedő, egy sötét folyosón, egy múzeumban, valami tárlóban, valamit ott látunk a sötétben a katonai múltból, és szándékosan nem múlt, nem a múlt szót használjuk, hanem az örökséget, mert ez a jelenben is élő valami, és majd tovább is adjuk. Tehát ezt a katonai örökséget szeretnénk úgy bemutatni, hogy ez egy élő valami legyen. Ezt miniszter úr úgy fogalmazta meg, hogy amikor ezt bemutatjuk, és ez a fiatal bejön ebbe a, nevezhetjük múzeumnak, nevezhetjük egy interaktív bemutató térnek, bejön a bejáraton, és amikor távozik, akkor minden vágya az, hogy ezt én szeretném kipróbálni, és ezt én szeretném csinálni. Akár 6 hónapra, akár önkéntesként, akár szerződésesként 5 évig, akár hivatásomnak tekintem. Államtitkár úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a meghívást.